Oroszország pessimista a közelgő Putyin-Biden csúcs találkozót illetően. A két szuperhatalom kapcsolata szinte már a hidegháborús időket idézi, és az oroszok most sem bíznak abban, hogy a genfi csúcs áttörést hozhat. A külügyi szóvivő tájékoztatása szerint Moszkva arra törekszik, hogy betartassa Washingtonnal a hadászati támadó fegyverek korlátozásáról kötött szerződést. Ugyanakkor az Oroszország ellen bevezetett amerikai szankciók kérdését nem fogják feszegetni. A témát Titani Like folytatják. Ijas György Oroszország kutató, most a vendégünk, őt kapcsoljuk élőben. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Moszkva-Washington viszony most ugye meglehetősen fagyos. Mitől függ, hogy lesz-e enyhülés? Hozhat-e ez a találkozó áttörést? Egyáltalán nem számítanak áttörésre. Tulajdonképpen az elmúlt 30 év alatt a mostani találkozóval szemben a legkevesebb elvárás van mindkét oldalon. Ugyanakkor mindkét oldal azt hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a találkozó, hiszen a gyakorlatban az, hogy egyáltalán szóba állnak egymással és párbeszédet folytatnak, mind problémás, mind pedig mondjuk kompromisszumos ügyekről, az rendkívül hasznos, és az elmúlt években azt láttuk, hogy ez a párbeszéd ez csak leépült, tehát a mostani találkozónak talán a potenciális fő eredménye az lehet, hogy néhány kérdéskörben újraindítják egyfajta rendszeres párbeszédet. Amerikában voltak olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy Joe Biden nem is kellene találkozni a Vladimir Putyinnal, mert hogy ez a gesztus, ezt ugye Putyin azt mondják, hogy ugye be tudja mutatni, hogy valóban ő ott van a központban, és hogy ha Biden mondjuk elutasítja ezt a találkozót, akkor annak is van egy üzenet értéke. De miért ne ülne le valakivel az amerikai elnök, akivel mondjuk nem ért egyet, de nyilván van beszélni valójuk? Igen, ez nagyon fontos megközelítés, egyébként Oroszországon belül is megjelent. Nem véletlen, hogy Moszkva elég hosszú ideig nem erősítette meg a találkozót. Itt arra gondoltak például az oroszok, hogy a Biden adminisztráció ezt a találkozót egyfajta kioktatásra fogja felhasználni. Ezt láttuk ugye az alaszkai kínai amerikai találkozóra, ebben az esetben is inkább egy konfliktus, egy új konfliktus alakult ki tulajdonképpen, és Moszkvában is attól tartottak, illetve ezt végül is teljes bizonysággal nem lehet kizárni, hogy ezt a találkozót ugyanerre fogják felhasználni. Ugyanakkor azt látni kell, hogy mindkét fél azt hangsúlyozza, hogy egy stabil és kiszámítható kapcsolatra törekszenek, ami azt jelenti, hogy attól független, hogy vannak vitás kérdések, de párbeszédet folytatni kell, mert a vitás kérdéseken túl vannak olyan közös globális kihívások, amelyek egymás nélkül nem tudják megoldani, és vannak kompromisszumos területek is, és ezekre kellene koncentrálni. Az európai országok között ezt látjuk évtizedek óta, stratégiai párbeszédet sürgetnek a franciák, gazdasági együttműködést sürgetnek a németek, és tulajdonképpen a hazánk is az elmúlt években ezt az álláspontot képviselte, hogy attól még, hogy vannak vitáspontok Oroszországgal való viszonyban, attól még törekedni kell arra, hogy pozitív együttműködést kialakítsuk ott, ahol ez lehetséges. Itt, ha már említette ezt a hazánkat is ebben a viszonylatban, ugye itt érdekes, hogy Biden adminisztráció és Brüsszel is emiatt gyakran kritizál minket, hogy Magyarország ugye szerintük túlszoros kapcsolatot tart fenn Oroszországgal, miközben ugye a hazánk külpolitikája érdekvezérelt, és például a németek is üzletelnek Moszkvával, csak ők ezt kevésbé a színpadon teszik, inkább a színfalak mögött. Miért baj ez? Tehát miért baj az, hogyha majd egy ország, jelen esetben mondjuk hazánk, érdekek mentén politizál, ugye itt emiatt gyakran ér minket kritika. Az egyrészről nem baj, látjuk, hogy a Biden adminisztráció ugyanerre a
következtetésre jutott, tehát Oroszországgal együtt kell dolgozni, ha tetszik, ha nem. Ez az egyik fontos, a másik pedig az elmúlt hetekben is láttuk Macron elnököt, aki arról beszélt, hogy a szankciók politikája az tulajdonképpen kudarcot vallott, vagy Merkel kancellár, aki arról beszélt, hogy nagyon örül annak, hogy a Biden-Putin találkozó létrejön, de Európának is folytatnia kell a párbeszédet Oroszországgal, és az nagyon problémás lenne, hogyha USA lenne az egyedüli közvetítő Európa és Oroszország között. Ugye szó van itt hadászati témákról, hadászati együttműködésre. Ezzel kapcsolatban például csütörtökön érkezett egy hír, hogy Amerika mégsem lép vissza ebbe a bizonyos nyitott égbolt szerződésbe. Ezen a területen mi várható? Én azt gondolom, hogy itt a stratégiai stabilitás kérdésköre, ami egyébként a négy területnek, potenciális négyes napi rendnek az egyik legfontosabb pontja. Az egy azért különleges pont, mert az elmúlt években leépült a stratégiai stabilitáshoz kapcsolódó nemzetközi együttműködési rendszer tulajdonképpen. Ennek az egyik eleme a nyílt égbolt, de több más szerződés is megszűnt az elmúlt években, és ezen a területen tulajdonképpen elképzelhető, hogy egy új párbeszédet indítanak. Moszkva egyébként a Trump idején még átadott egy olyan javaslatot, amely erre vonatkozik, és Lavrov külügyminiszter az elmúlt időszakban megerősítette, hogy ez a javaslat ez az asztalon van, tehát ők ezt a javaslatot, amely tulajdonképpen egy új biztonsági képlet kialakítását szorgalmazza, ezt továbbra is fontosnak gondolják, és hogyha ezen a területen el tudják fogadni az amerikaiak az orosz javaslatot, akár módosításokkal is, akkor itt három fő ilyen területen majd foglalkozhatnak stratégiai fegyverrendszerektől kezdve egészen a biztonságpolitikai átalakult helyzetig. Ez lenne talán a legfontosabb, mert ez nem csak a két országnak a viszonyait érintő problémakör, hanem ez nyilván a teljes globális közösséget, tehát nemzetközi közösséget érinti, de ezen kívül várható témakör a diplomáciai missziók kérdésköre, a harmadik ilyen témakör a regionális konfliktusok, ezeken belül megkülönböztethetjük a kompromisszumos és a vitás konfliktusokat, és negyedik témakör az pedig az egyéb globális kihívások, ami tulajdonképpen a közös probléma rendszer, ilyen az éghajlatváltozás, pandémia, stb. Ilyes Györgynek nagyon szépen köszönjük, és egyébként hamarosan folytatjuk a témát, a Kína-orosz viszonyi szóba kerül majd.